Sok ezer ember és több tucat szervezet volt jelen az EFOT harmadik napján is, ahol izgalmas programokon vehettek részt a látogatók. A tópart mellett található standok között a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai is megtalálhatóak voltak, akik bemutatták munkájukat a fiataloknak és az ellenőrzött minőségi termékek vásárlására is felhívták a figyelmet. Egy határátlépéskor lefoglalt illegálisan szállított kiskutya is a NAV munkatársaival tartott, akik 4 hónaposan, vagyis túl fiatalkorban próbáltak meg átvinni a határon. Fontos felhívni minden állattartó figyelmét, hogy külföldre utazáskor a kiskedvenc útlevéllel, csippel, illetve a kötelező védőoltásokkal kell, hogy rendelkezzen. Mindenképpen szerettük volna bemutatni a Nemzeti Adó és Vámhivatal bevetési igazgatóságának is a szakterületét, ugye ez a NAV-on belül a rendészeti szakterület, illetve egy picit bevezetni az érdeklődőket a hamisítás világába, úgyhogy amivel én itt készültem, a különböző csempésztrükkök, illetve a hamis termékeknek bemutatása, azoknak a veszélyei, illetve hogy hol találkozunk ilyen termékekkel. Egy picit más vas vagyok. Ez a mondat az EFOT idején sokszor elhangozhatott. A fesztiválozók láthatóan idén is jól érezték magukat a 4 nap alatt. Szombaton napközben sokan próbálták kipihenni az előző napok buli forgatagát, és a rekkenő hőséggel is meg kellett küzdeniük a fiataloknak. A szervezők bár megrendelték a jó időt, úgy tűnik kicsit túl is rendelték azt, hiszen szombaton 35 fokos forróság volt a parton. Sokan több napra érkeztek, de voltak, akik csak egy-egy estére, a kedvencek koncertjeire látogattak ki. A mai fellépők miatt leginkább. Ez a zsúdló, halott pénz, Azaria 3-as, ez nagyon érdekel minket. A szervezők a nagy melegben igyekeztek segíteni a fesztiválozókat, ingyenes vízvételi pontokat alakítottak ki, napközben frissítőt osztottak. A fesztivál sajtófőnöke szerint az idei rendezvénysorozat is sikeres volt. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a EFOT az nem esti buliknak a sorozata, hanem olyan nappali kavalkád jön itt mindig létre a kitelepülőkkel, mind az egyetemektől, a civil szervezetektől, a vállalati kitelepülőktől, ahol elképesztő mennyiségű aktivitás, sportot, játékot tud mindenki kipróbálni, és a napközbeni időtöltést is tartalmasan tudja az EFOT-on végezni. Szerdától szombat estig pedig olyan nevek szórakoztatták a hazai zene szerelmeseit, mint Azaria, Majka, Krúbi, a Valmar, Manuel, Jude Law, Tídeni és még sokan mások. Az pedig már biztos, hogy jövőre is vár mindenkit az EFOT, hiszen már elindult a jegyértékesítés a 2025-ös fesztiválra.